nyissátok ki a Bibliátokat. És három héttel ezelőtt ott álltunk meg Máté evangéliumánál, ne ijedjetek meg, ha nem emlékeztek rá. Arról beszéltünk, hogy ugye a világban hogyan éljünk mi keresztények, a hegyi beszéd végső szakaszához élünk most a 7. fejezethez. És tehát, hogy két dologról beszéltünk, hogy mi keresztényekként hogyan éljünk ebben a világban, és arról, hogy miért ne aggodalmaskodjunk. Emlékeztek, végre egy kicsit megpihentünk, hogy nem ilyen kemény üzenetek voltak, hanem hogy ne aggodalmaskodjatok, úgyse tudjátok megoldani a dolgot, úgyse tudtok egy centivel sem nagyobbak lenni, hogyha szeretnétek is, meg semmi ilyesmi, ugye? Szóval egy ilyen könnyed üzenete volt Jézusnak a 6. fejezet végén. És a 7. fejezet egy kicsi váltás lesz, de majd erről nem sokára többet. Nagyon fontos, hogy érezzük azt Jézus üzenetében, a hegyi beszédben, hogy ő érti és tudja, hogy milyen nehéz nekünk ebben a világban megélni. Milyen nehéz a hitünket megélni. Tehát ezzel, hogy teljes mértékben tisztában van. Ugye itt élt 33 évig. 3 évig 12 evilági ember minden napi nyűgével foglalkozott és problémájával. 3 éven keresztül annak a 12 embernek és családjának a személyes sérüléseit próbálta gyógyítani, próbálta segíteni őket abban, hogy hogyan változzon a személyiségük. És tisztában van azzal, hogy neked nem könnyű ott, ahol vagy. És amikor nehéz, kemény dolgokat mond Jézus, azt is szeretetben mondja, és ezért tudjuk úgymond elfogadni azt, hogy na jó, akkor megpróbálom, ugye? Mondtuk, hogy a hegyi beszédnek két része van, az egyik, amit ő tud csak kiformálni bennünk, belenyúl az életünkben, és azt mondja, hogy mostantól már pedig te itt, Lacikán, másképp fogsz viselkedni, mert az csak ő tudja megváltoztatni a jellemünkben. És van a másik, amit mi is meg tudunk tenni. És a 7. fejezet egyébként kicsit ebbe az irányba megy, olyan dolgokról lesz szó, amit mi is meg tudunk tenni. Tudom, hogyha pünkös van, akkor pünkösdről kell beszélni, és fogunk is, ígérem. De azt is már van, aki azzal viccelődik, hogyha ilyen húsvét van, meg karácsony, meg pünkösd, akkor a Németh Laci vajon hogyan fog nem arról beszélni, és mégis arról. Tehát fogadásirodák indulnak már erre. De a Máté 7-ben is benne van pünkösd, csak szólok, jó? Tehát így meg fogjátok látni. Miről szól a pünkösd? Itt azért álljunk meg egy pillanatra akkor. Apostolok cselekedete 1, és utána 2. Jézus kereszthalála után feltámadása, és 40, csak azért mondom el, mert azt hiszem az Index újságírói csinálták tavaly, mentek az utcán, és megkérdezték az embereket, hogy miről szól a pünkösd. Senki nem tudta. Emlékeztek erre a videóra? Fönt volt az interneten. Hát ilyen 100-ból 98 embernek lövése nem volt. A tavasz ünnepe. Meg a három királyok, a szeretet ünnepe, meg minden volt. Tehát a pünkösd az mindennek az ünnepe. És nem tudják, hogy az egyház születésének a napja. Kb. 2 ember volt, aki azt mondta, hogy valami keresztény dolog, nem? Tehát valamilyen ilyen egyházas dolog, nem tudom, valami angyalok? Tehát így semmit nem tudnak. Az emberek is, ne lepődjetek meg, csináltak amerikai keresztények közvélemény, miről szól a pünkösd. Tippeljetek, mi volt az arány? Százalékosan. Hányan találták el a keresztények? Egy. Nem, az jön a jobb akkor. 70. 30%-a a keresztényeknek tudta, hogy a gyülekezet születését ünnepeljük pünköstkor. 70%-a Jézus feltámadása húsvéttal keverték. Borzasztó. Nem, ott nem ünnepnek most. Nem. Látod? Ne húzd a nyelvemet, nem mondok olyat, amit nem akarok. Miről szól akkor a pünkösd? Tehát 40 napig itt van Jézus feltámadása után. 40 napig több száz ember találkozott vele személyesen. Látta őt, érintette őt. És 40 nap után mondja, a gyerekek, most már az ideje elmenni, és én elmegyek. De ti mit csináljatok? Apostolok cselekedete 1. Maradjatok itt Jeruzsálemben. Ne csináljatok semmit. 10 napon keresztül tanítványok csak imádkoznak. Semmit nem tesznek. Imádkoznak. Fönt vannak a felső szobában valószínű, és imádkoznak. És 10 nap után, ugye, amit Jézus megígért, hogy elküldi a vigasztalót,
megérkezik a Szentlélek. De úgy, ahogy ugye nem tudták, hogy hogy fog jönni ez a Szentlélek. Mondta Jézus, hogy jön majd ez a vigasztalat, majd csak bekopog az ajtón. Hát nem így jött. Ugye? És elkezdtek bátran szólni az evangéliumot különböző nyelveken. És akik ott voltak Jeruzsálemben, mindenféle fajta helyről, akik már nem is beszéltek héberül, de héberek voltak, a saját nyelvükön hallották az evangéliumot. Csak aznap ugye 3000 embert, 3000 férfit ért meg, valószínű férfiakról beszél. Ki tudja, hány ezeren tértek meg valójában? 3000 férfi valószínű. Egy mondattal előtte még aludtál? És egyszerűen egy olyan dolog történik, ami hát azóta se gyakran jó, Billy Graham evangelizációkon meg ilyeneken történt az, hogy több ezeren tértek meg, de ugye nem egy mindennapi dolog, nem minden vasárnap van az, hogy fú, 3000 megtértek. A Szentléleknek egy különleges munkája volt az. És erről emlékezünk, hogy elindul a kereszténység. Házanként gyűltek össze Abcsal 2.42-ben, és azt olvassuk, hogy mit csináltak? Imádkoztak, kenyér megtörése, tehát batyuközösség, az igét tanulmányozták, és úrvacsorát vettek. Na, ezért csináljuk a június 9-ét, ugye? Házanként, jó? No, tehát erről szól a pünkösd. Miről szól a mai igeszakasz, és hogy fogja ezt a Németh Laci összekötni? Mai igeszakasznak tudtam adni eddig két rendkívül rossz címet, szerintem. Az egyik az az, hogy ez a vallásos változata, jó? Ne ítélj, imádkozz. Ugye olyan vallásosan hangzik? Ne ítélj, imádkozz. Hogyne, persze. A másik az a ne ítélj, kérj, ez már kicsit jobb. Majd meglátjuk, mi lesz a végére belőle. De alapjáraton hiszem azt, hogyha csak ezen a két területen, abban, hogy mennyire ítélünk vagy nem ítélünk, illetve mennyire imádkozunk, változás állít be az életünkben, figyeljetek, itt jön a pünkösdi átváltás, akkor igenis lehetséges lesz, hogy Isten lelke kiáradjon. Mert ők is kérték a vigasztalót, és jött a vigasztaló. Ugye? Ha imádkozunk, akkor Isten igenis ad, és erről lesz ma nagyon nagy részben szó. Úgyhogy addig, amíg a kereszténység, és mai napig nem értem, hogy hogy jutottunk onnan, hogy ismertető jelük a szeretet, odáig, hogy nagyon gyakran a keresztények a legnagyobb kritikusok és a legnagyobb ítélet kimondók. Olyan ítélkezők tudunk lenni, hogy az valami hihetetlen. Sőt, a kereszténység elmegy odáig, hogy nagyon gyakran a fasizmushoz adott táptalajt. És így az ember nem érti. Tehát én mai napig nem értem. Vannak képek az interneten fönn, meg tudjátok nézni. Egyházvezetők, különböző félefajta egyházból, véleményesen se gondolják, hogy bármelyik egyházra is pikkelek, mert mindegyik kezet rázott Adolf Hitlerrel. Volt néhány ember, aki nem, Karl Barth, aki nem rázott kezet vele, a Neumüller, a Dietrich Bonhoeffer, volt 4-5 normális keresztény abban a korban, aki azt mondta, hogy Hitlerrel már pedig nem. Keresztény vezető, bocsánat. Ugye? És hogy jutunk el oda, hogy ismertető jelük a szeretet, odáig, hogy ítéljük, megítéljük az embereket, és onnan pedig odáig, hogy utáljuk a zsidót, vagy a cigányt, vagy a románt, vagy a nem tudom, a tungúzt, vagy akármit, ugye? Hogy? Ugye azt mondja, nincs többé zsidó, meg görög, de van magyar. Mi van? Tudod így? Egyszerűen nem értem, a kereszténység hogy tud elmenni. És ezért fontos az az üzenet, hogy ne ítélj. Jézus, ha ma itt lenne, nagyon nagyot ütne. Ne ítéljünk, és nem csak az ilyen fajgyűlölettel én, hanem alapjáraton majd meglátjátok, hogy ez a része egy kicsit fájni fog, aztán gyógyír lesz a sebünkre, az imádkozzunk, jó? De olvassuk el Máté 7, 1-12-es verség. Ne ítéljetek, mondja a Károly Gáspár féle fordítás, az új fajta, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítélnek meg titeket is. És amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek is. Miért nézed a szálkát a te atyád fia szemében, és nem látod a gerendát a magadéban? Vagy hogyan mondhatod a te atyád fiának, hadd vegyem ki a szemedből a szálkát, amikor a te szemedben gerenda van? Képmutató, vedd ki előbb a saját szemedből a gerendát, és azután gondolj arra, hogy kivedd a szálkát a felebarátod szeméből. Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent.
gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé. Nehogy azokat lábukkal megtaposva ellenetek forduljanak és szétszaggassanak titeket. Kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik nektek, mert aki kér, mind kap is, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Ugyan ki az az ember közületek, aki fiának követ ad, amikor az kenyeret kér? Nem éri felemelni a kezet. És ha halat kér, vajon kígyót ad neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok fiatoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény és a próféták. Az egyszerű fordítás még jobban fogalmaz, bátorítalak benneteket, hogy nézzetek annak is utána. Most nem, nincs időnk azt is felolvasni, mert nagyon sok minden van ma itt. De vegyük észre, mivel indít. Ne ítélj, mert te is megítéltetsz. Ugye elég hülyén, a példája egyébként nagyon jó, de elég hülyén néz ki az, hogy a te fejedben ott a gerenda, és mondjuk ki akarom venni a szálkát a másik szeméből. Oké, itt egy hatalmas gerenda, képzeljétek el, és így megyek oda. A gerendával agyonütöm. Ugye, mielőtt a kezem odaérne, hogy a szálkát kikaparjam a szeméből. Ugye, nem erről van szó. Azt mondja, hogy te ne az ő szálkájával foglalkozz, hanem mit csinálj? Kérd, imádkozz. Isten sokkal jobb munkát tud végezni, mint te. Ámen? Na, jó van, oké, ébren vagytok, vagy legalábbis most felébredtek. Tehát Isten sokkal jobb munkát tud végezni, mint te. Ahelyett, oké, látod, tök jó, van fél szemed, amire látsz, a másik botta tök nagy gerenda, és látod, hogy ott egy szálka van, mit csinálj? Imádkozz. Miért vetted észre a szálkát a másik szemében? Hát, az egy négyzetmilliméterre jutó faanyagban te még mindig bajnok vagy. Ugye? Tudod, milyen az, amikor valakinek a szemében faárú van, mert neked ott a gerenda. Ezért veszed észre. Az övébe szálka van? Lehet, hogy velem is baj van. Akkor imádkozom, ugye? Ne az legyen, hogy megoldom a te problémádat, gyere csak ide, kikaparom a szemedet, ugye? Hanem az van, hogy ha észreveszem ő nála, valószínű nálam is ezzel gondok lehetnek. Ezért veszem észre. Ne ítélj, mert megítéltetsz. Járok a Venyige utcába, és a Venyige utcai börtön az arról híres, hogy ott az előzetes letartóztatásban lévő személyek ülnek, várják az ítéletüket. És a srác, akihez járok, és akit tanítványozok, ő neki még nagyon is folyamatban van az ügye, és gyerekek, minden rab jogász. Olyan jogi tanácsokkal látják el szegényt, hogy minden alkalom, amikor bemegyek, akkor próbálom meggyőzni, hogy figyelj, ez nem a valóság. Tehát ne egy többszörösen elítélt bűnözőtől kérjél jogi tanácsot. Tehát nem biztos, hogy képen van. Már szereztek neki egy olyan ügyvédet, aki nem is ügyvéd, és nem is akarta, hogy ő védje, aztán alig tudott megszabadulni tőle. Miért mondom ezt a példát? Mi is rabok voltunk. Miért szabadultunk? Jézus miatt szabadultunk, igaz? És attól, hogy a rácsnak ezen a felén vagyunk, még nem lettünk jogászokká. Sőt, nem is tudjuk megmenteni az embereket. Csak Jézus tudja megmenteni. Megint csak, miért jó a példa? Ne te akard a szálkát kivenni a másik szeméből. Nem a te feladatod. Tök jó, hogy észrevetted. Nagyon jó. Vidd Isten elé azt az embert. Csak Isten tudja őt megszabadítani. Miért gondolnám azt, hogy én meg tudom őt szabadítani? Engem ki szabadított meg? Jézus. Igaz? Tehát amikor azt mondja Jézus, hogy ne ítélj, ugye, mert te is megítéltetsz, akkor ez ezt is jelenti. Aztán beszél egy mértékről, beszél arról, hogy hogyan mértek. És az akkori korban nagyon fontos volt, ugye nem volt olyan mértékegység, mint ma. Bármelyik piacra mész, az 1 kg ugyanannyit jelent. Igaz?
Jó esetben. Jó esetben, nyilván, ha nem csalják el, de most... Ja. Tehát azóta már kialakult egy ilyen mértékegységünk, mint a kilogramm, jó? Tehát akkor még nem volt ilyen. Görögországban más mértékegységgel mértek, mint Izraelben, mint Egyiptomban, mint az arab világban, vagy bárhol. Tehát kb. Mindenkinek megvolt a saját mértékegysége, és a pénzváltók voltak az egyetlen, akik tudták, hogy a ennyi kiló, vagy nem tudom, ennyi búza, az Egyiptomban ennyi búzát jelent, az annyi búzát jelent amott, szóval teljes káosz volt. És erre nyilván, ugyanúgy, ahogy most is, ugye, mint hallottuk a piacokon van, hogy az 1 kg nem 1 kg, hanem mondjuk csak 95 deka, és sok kicsi sokra megy alapon elég sokat lehúznak rólunk. Voltak ott is olyan emberek, akik ezt nagyon jól ki tudták játszani. És tudták, hogy ott az mennyi, itt ez mennyi, hát ez ugyanannyi. Ja, cseréljük el, közben nem ugyanannyi volt. No. Miért hozza Jézus ezt a példát? Van tippetek? Mert kettős mércével mérünk. Amikor veszünk, akkor próbálunk ugye kicsit, amikor eladunk, akkor nagyot. Ebből van a haszon. Amikor én a szálkát észreveszem, ugye az egy elég picike dolog. A nagy gerenda meg föl se tűnik. Ugye? Nem reális a mértékegységem, nem valósághű. Nem vagyok fair. Se önmagamhoz, se a másikhoz. A mérték példája ez. És nagyon fontos, hogy egy mértékegységünk legyen, amikor mérünk. Szálka és gerenda. Még néhány gondolat erről, jó? A hegyi beszédnek ez a része, amit... Ez a része, ez az, ahol Jézus szándékosan nagyítja el a dolgot. Néhányan, amikor olvastam, ti is felnevettetek a szálka és gerenda példáján. Ez a hiperbola példája, ugye, amikor így felnagyít valamit. És azért, hogy karikatúra, ugye a karikatúrában is mit csinálnak, nagyobb az orra, nagyobb az álla, amik ilyen jellegzetességei egy arcnak, azt kinagyítják. Ugye? Azért, hogy vicces legyen, hogy megjegyezd. A humor azért humor, mert valamit felnagyítanak. Az igazságot általában, de értitek. És ezt csinálja Jézus is, hogy nyilván senkinek se áll a szemébe egy gerenda. Jó? Tehát ez azért, akinek a szemébe gerenda áll, az már nem nagyon lélegzik. De azért mondja ezt a példát Jézus, hogy valószínűleg ott is megkezdtek így lankadni a figyelme, bedobok egy poént is majd fölébrednek, és jól megjegyzik azt, amit mondok. Úgyhogy ezt így értsétek. Véletlenül se komolyan. A szálka és gerendáról még néhány információ. Nagyon veszélyes volt abban a korban, sokkal inkább, mint ma, de ma is veszélyes még, amikor a szemedbe egy ilyen faforgács kerül. Akkor, ha nem mentél azonnal szakszerű orvoshoz, aki ezt ki tudta venni, a szemed világát veszítetted el, hanem az egész szemgolyódat. Ha egy favágó ment oda, hogy ha segítsek kivenni, akkor a szemedettől meg búcsút mondhattál. Ma is, ha egy faforgács belemegy, rögtön orvoshoz kell menned, és ma már vannak olyan pici műszerek, amivel ki tudják szedni, de például még egy fém lesz elég, hogyha beleszáll a szemedbe, azt egy erős mágnessel ki tudják húzni, pici heg marad a szemed alján, és semmi több, jó eséllyel ugyanúgy fogsz látni utána, addig a faforgács az a szemed világát elveheti. És nem fogsz jól látni. Ezt is szerettem volna így elmondani, hogy a példája ezért is ütős és hatós. Na és a gerenda. Ugye mondtam már, hogy akinek gerenda van a szemében, az nem biztos, hogy lélegzik. De miért baj az, hogyha én, kérdezhetjük, hogy miért baj az, hogyha én észreveszem a szálkát a másik szemében, és a legjobb szándékkal akarom ugye kivenni. Hát erre volt az a példa, hogy agyonütöm a gerendával, hogy közelítek hozzá, és nem érek oda, hogy a szálkát kivegyem. A másik pedig az, hogy nem feladatom a szálkát kivenni. Ugye? Nem feladatom a szálkát kivenni. Hogyan tudom akkor ezt a problémát megoldani? Látom, hogy a testvérem valamivel küszködik, egy szálka van a szemében. Én nem vehetem ki, mert nem, hallottuk. Mi a feladatom? Hát Isten elé vinni. És nagyon fontos, mielőtt bármi
Bármi olyat mondasz a testvérednek, ami neki kellemetlen, hidd el, neki már elég kellemetlen, hogy a szemébe van az a szálka. Zavarja, ha valaha volt a szemetekben bármi, akkor fáj minden pislogás, bajotok van belőle, folyik a szemetek, minden bajotok van. Elég baj a testvérednek, ő tudja, hogy ott van. Nincs szüksége arra, hogy oda menjél és azt mondd neki, hogy na, látom a szemedbe van, fáj mi? Tehát nincs erre szüksége. Nincs erre szüksége. És ne felejtsd el, hogy nagyon hülyén nézel ki a gerendával a fejedben. És valószínűleg neked a sokkal jobban fájt. Senki nem tudja jobban kivenni azt a szálkát, mint Isten. Nem fogom győzni ezt hangsúlyozni ma, de elmondom még nagyon sokszor. Ha a szálkát látod a másik szemében, Istenhez vidd azt a szemét. És először csak imádkozz. Az imád erejéről majd fogok pár perc múlva sokkal többet mondani, de ne menj oda addig, amíg nem imádkoztál érte. És ez nem az, hogy látod, hogy hát valami baja van. Uram, add, hogy oda menjek és megmondjam neki, és oda mész és megmondod neki. Tehát ez nem. Jó, tehát vedd komolyan, amikor ha tényleg szereted a testvéredet, akkor nagyon sokat imádkozol, mielőtt oda mész. És nagyon sokszor mondtam a példát, hogy a legnagyobb változásokat, amióta házas vagyok, Isten úgy érte el az életemben, hogy a feleségem imádkozott, hogy abban a valamiben változzak meg. És akkor egyszer csak így emlékeztem, nagyon sokszor mondtam, már unalmas vagyok ezzel, de előálltam a csendességemből, hogy hű, de rájöttem, hogy milyen bűnös vagyok. És akkor a feleségem azt mondta a főzés közben, hogy na végre, már hónapok óta ezért imádkoztam. De mi történt? Ő Isten elé vitte azt a szálkát, ami a szememben volt. Én könnyeztem, mert én férfi vagyok, én nem alászkodok meg, ugye félszemmel is látok. Addig, amíg Isten nem tört össze. És nem mentem Istenhez, hogy vedd már ki ezt a szálkát innen. Nagyon fontos Pál apostol szavai. Most tükör által tökéletesen látunk, látjuk a mások hibáját, ezt így? Nem. Most tükör által homályosan látunk. Nem látunk tisztán, nem látjuk, hogy hogyan került az a szálka a testvérünk szemébe. Mitől? Nem tudjuk a történetét, nem tudjuk a miértjét. Ne legyünk nagyon óvatosak, és ne kaparjuk ki a szemét a testvérünknek. Ezért ne te nyúljál hozzá. Legyél nagyon óvatos. Ne feltételezz, ne gondold azt, hogy te tudod, mert miből indulsz ki, amikor azt gondolod, hogy tudod? Magadból. Ugye? Magamból kiindulni jó dolog? Az a legjobb dolog, ami van a világon? Segítek? Nem. A jó válasz a nem. Istenből kell kiindulnunk. Nem, mi vagyunk az origója mindennek. Szóval mi van akkor, ha feltűnt a szálka a testvéred szemében? Vidd magadat is, és őt is a legnagyobb gyógyítóhoz. És most jön az ima. 7-től a 12. versig arról beszél, hogy kérjetek, és adatik, ugye mondja a példát az apa, földi apa és a mennyei apa példáját. És pár hete, talán már van is egy hónapja, említettem azt egy tanításban, hogy szerintem vagy nagyon nehéz tanítani az imáról, vagy nem lehetséges jól tanítani az imáról. Mert nincs két egyforma ember, és ezért nincs két egyforma ima élet. Általánosságban lehet, de specifikusan azt mondani, hogy így kell imádkozni, úgy kell imádkozni, az nagyon nehéz dolog, hanem lehetetlen. De van néhány dolog, amiről igenis lehet egyértelműen beszélni, és ezek az ilyen dolgok, mint kérjetek és adatik. Ugye? Nagyon egyszerű dolog, ha nem kértek, nem kaptok. Az én lányom, ha nem kér enni, lehet, hogy elfelejtek adni neki. Feleségem nem, én igen. Nem minden más csinálok. Hát majd, ha van valami baj, a szól, ugye? Ha nem kértek, nem kaptok. És Jézus ezt a példát itt hozza, ugye ez a földi apa, ha ő jót ad, mennyivel inkább a mi mennyei atyánk? Ez egy bevett retorikai módszer volt akkor is, és ma is, hogyha bebizonyítom neked, hogy ez igaz, akkor el fogod hinni, hogy ez is igaz, ugye? Mert hát egymásból következik a kettő.
nagyon fontos, hogy Istennel beszéld meg. Olyan régen szúrtam ki bárkivel, aki itt volt, így mondtam, hogy na, ő például ilyen vagy ilyesmi, úgyhogy most fogok kérdezni, mondjuk az Andrew, ami Andrénk, ugye az ő szemébe, oké, víz van a kezébe, az ő kezébe, vagy az ő szemébe szálka van, és akkor azt mondom, hogy oké, akkor erről beszélni kell, oda megyek a drága Balogh testvéremhez, és figyelj, az Endre szemébe egy szálka van. Ővel le kell beszélnem az Endréről? Nem. Ugye, hogy nem? Nem Istenről. Istenhez kell beszélnem az Endréről, Istennel kell beszélnem az Endréről, hogy Uram, nem tudom, hogy az Endre észrevette már, de nem lát az egyik szemére, mert ott egy szálka. Szóval beszélj Istennel, vidd Isten elé. Az egyik ajándékom, ami segíti a lelkészi titoktartásomat, ez a szenilitás. Mindent elfelejtek. Minden, szó szerint minden. És egyre jobban felejtek, pedig még csak 35-6 éves vagyok. Én ezért is írok imalistát. Nem azért, mert olyan hüde lelki vagyok, tehát, hanem azért, mert tényleg elfelejtek mindent. És van olyan időszak, hogy a lista szerint imádkozni is elfelejtek. És nemrég volt egy ilyen 2-3 hetes időszakom, amikor megfelelkeztem egyszerűen a listával, én csak úgy imádkoztam. Kamintam, ugye? Hogy ez a feledékenység elleni gyógyszer, hogy valamilyen virág, ismerjük a viccet, nem? Nem. Ismeri mindenki, nem? Nem, 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 nem. Ismeritek? Jó, tehát ez a van egy ilyen, beszélget két idős ember, vagy két német Laci, így is lehet mesélni, két feledékeny ember, akkor inkább így mondom, hogy te figyelj, van egy nagyon nagy gyógyszerem a feledékenység ellen. Tényleg? És mi a neve? Hát, nem is tudom, valamilyen virág. Milyen virág? Ibolya? Nem ibolya, nem ibolya. Hát, milyen virág? Rózsa! Rózsa, drágám! Hogy hívják azt a gyógyszert a feledékenység ellen? Szóval van ez az imalistám, térjünk vissza az imalistámhoz. És eltelt 2-3 hét, és nem imádkoztam az imalistám szerint. És egyszer csak így, jé, imalista! Rózsa drágám, imalista! És elkezdtem átnézni, és tudjátok, mire döbbentem rá, hogy amiért hetekig vagy hónapokig imádkoztam, időközben meglett. Ugye ez a pár hét alatt, amíg én nem imádkoztam, Isten akkor is munkálkodott, hihetetlen. És jé, ezt is ki kell húzni a listáról, ezt módosítani kell, ezt is, és csak így néztem, hogy jé, tényleg az imának van ereje. Tehát így miért jó imalistát írni? Egy, nem felejtesz el azokért a dolgokért imádkozni, amiket egyszer leírtál, hogy neked fontosak. Azokért a személyekért imádkozni, amiket leírtál, hogy őket szereted, ők neked fontosak. És kettő, látod, amikor Isten megválaszolja. Látod, hogy Isten megválaszolja. Átnéztem egy csomó ilyen applikációt, ugye sokatoknak van már okostelefonja. Mi keresztények piszkosul rosszak vagyunk ilyen alkalmazásokban, applikációkban. A legjobb ima alkalmazások, meg applikációk melyik vallásnak van? Mohamedánoknak, a muzulmánok, pontosan. Igen, szóval mikor merges. Pontosan. Gyerekek, még iránytű is van rajta, hogy merre van kelet, hogy kell Mekka felé imádkozni. Emlékeztet, mert ugye ők a nap, meg a hold, meg a nem tudom minek az állásához képest módosítják az időpontját az imának, a napi ötször imát. És nem viccelek, beállítottam a muzulmán ima alkalmazást a telefonomra, naponta ötször emlékeztet, hogy imádkozzak. Ha ők imádkozhatnak Allahhoz, naponta ötször én imádkozok Jézushoz. Ennyi. Nem fordulok kelet felé, ezt azért megvallom. Nem kelet felé. Akit érdekel a neve, egy jó keresztény alkalmazás van, bocsánat, hazudok, abba írtam bele egyébként az imalistámat, és most már egy jó keresztény alkalmazás van, akit érdekel, majd elmondom, hogy melyik. De keresetek rá, lehet, hogy a ti okos telefonokon találtok másodat is. Az imával kapcsolatban nagyon szeretem azt, amikor a drága testvéreimen keresztül fed meg Isten. Most is egy ilyen történt. Az épülettel kapcsolatban ugye kértem, hogy imádkozzatok. Miért kértem? Mert többen mondhatok, hogy de Laci, miért nem szólsz a gyülekezetnek, hogy imádkozzon? Ja, felelékeny vagyok. A másik megfedés, ami volt, ami már válaszként jött arra az e-mailre, amit én kiküldtem nektek, vagy a Peti küldte ki, már nem tudom, hogy tehát miért nem kérünk konkrétan? Hogy ne csak egy ilyen épületért, hogy sikerüljön jó bérleményt szeretnünk, hanem imádkozzunk egy épületért.
és ez is úgy megfeddett. És én ezt így szeretem, amikor a tíma életetek és bátorságotok megfed. Imádkozz specifikusan. Amikor konkrétan imádkozol, akkor történnek dolgok. Ha Istenem áld meg, meg fogja áldani. De ha azért imádkozol, hogy aki családnak még nem jött össze, hogy legyen gyerekük, hogy Uram, adja be még be egy gyereket, akkor konkrétabban fog tudni válaszolni Isten. Amikor azért imádkozol, hogy Istenem, gyógyítsd meg azt a beteg gyermeket, vagy nőt, vagy férfit, vagy akárkit, esetleg a betegséget tudod, azt is imádkozod, kérjetek és adatik. Láss csodát, megtörténik, ugye? Német Laci listája, egy csomó embert ki kellett húzni nyúlva, vagy csomó szükséget. Úgyhogy fontos, specifikusan, bátran kérjetek Istentől, adni akar. Mit jelent a szöveg kontextusában mindez? Hogy van az, hogy ilyen szálka és gerenda után Jézus témát vált, úgy néz ki, és azt mondja, hogy kérjetek és adatik nektek. Miről beszél? Ez hogy függ össze ez a kettő? Igaz? Miért mondja? Ne ítélj, és utána pedig azt mondja, hogy imádkozz. Már mondtuk, ő nagyobb szakértő szálka kivételben, mint te. Nagyobb szakértője a témának, és ő tudja valójában meggyógyítani a dolgot. Második dolog, amire nem tértünk ki, a hatodik vers, ha lehet, kérem, vetítsétek ki. Hatodik versnél kutyákat meg disznókat emleget. A zsidó kultúrában egyik sem volt tiszta állatnak tekintett. Ugye a disznó az mindent fölfalt, bármit, amit elé dobtál, az megeszi. És a kutyák meg még az ember vérét is, meg húsát is, meg mindent megettek, tehát emberi tetemeket is ettek. De ezt a két állatot, főleg a kóbor kutyák, ezeket abban a kultúrában tisztátalan állatnak tekintették. Mit mond Jézus? Ne adjátok a kutyáknak azt, ami szent. Gyöngyeiteket se dobjátok a disznók elé, nehogy azokat lábukkal megtapodva ellenetek forduljanak és szétszaggassanak titeket. Vannak emberek, akinek szálka van a szemében, és eszed ágával se jusson a közelébe menni. Ezért is fontos, hogy imádkozz, mielőtt a szálka felé nyúlnál. A kutya leharapja a kezedet. A disznó megtapossa azt, amit mondasz neki. Ezért is fontos, Istenhez fordulj imában. Az ő szemében szálka van. Uram, az ő szemében szálka van, ne menj oda hozzá. Nem tudod, hogy meg fogja-e fogadni, amit mondasz? Akkor menj oda, ha Isten mondja. Akkor viszont menj oda. Menj oda testvérhez, és mondd neki, hogy figyelj, nem tudom, feltűnt-e, de szálka van a szemedben. És Isten szeret, és ki akarja azt venni a szemedből? Imádkozzunk, gyere! Ugye? Rögtön másképp néz ki, mint amikor a hatalmas gerendával a szemedben neki néz az embernek. Ezt mondja itt Jézus. Így függ össze ez a két ige szakasz. És nagyon csúnyán hangzik, hogy vannak személyek, akiket Jézus kutyákkal meg disznókkal hoz párhuzamba, de ennyire szent ő, vegyétek észre, hogy a szentségről is szó van az igeversben mögöttem. A szent dolgot ne vesd oda olyan embereknek, akik nem méltóak rá, nem is foglalkoznak vele, nem is értik. Jó? Tehát ez. A 12. vers, és ezzel fejezzük ma be, klasszikus zsidó bölcsesség, amit ott Jézus idéz. Nézzük meg, mi az. Amit akartok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ez a proféták. Azt hiszem Tóbiás könyvében van ez benne, a mi Bibliánkban ez nincs benne, de a zsidó kultúrában ez nagyon beleágyazódott. Miről beszél ez az igyelés? Arról, amit nem szeretünk, hogy ugye úgy viselkedjünk mások felé, ahogyan mi szeretnénk. Mi az, amit mi szeretnénk? Hogy megdicsérjenek. Jó lesne néha egy kis masszázs, szép szavak, nem tudom, ajándékok, apró pici ajándékok, de ha lehet drágák, ilyen drága követővel mondani, hogy jó lenne. Ugye? Apró figyelmességek, stb. Stb. Hát akkor ezzel kell kezdeni. Ugye? Ha mi nem ilyenek vagyunk, akkor ők honnan tudnák, hogy mi a mérték? Ugye? És hogyan várhatnánk el tőlük? De fordítsuk ezt le, jó személyesre, és tényleg ezzel fejezem be. Te mit szeretnéd, ha mi tennénk feléd? A. Megítélünk. B. Imádkozunk érted. Na jó van, oké, megnyugodtam. Azt hittem már mindenki alszik, ugye?
nem szeretnénk, hogy megítéljenek bennünket. Tudjuk mi elég jó, hogy mennyi bajunk van. Ha nem, akkor, és hogyha jönnek, akkor szeretetben jöjjenek inkább. Ugye? Így fordulj minden ember felé. A melletted ülő, előtted ülő, mögötted ülő, az ellenséged, tudom, hogy nincs ilyen, de ő felé is így fordulj. Mindenki felé imával fordulj, ne ítélettel. Amen. Köszönjük. Uram, annyira jó, hogy te nem ítélettel jöttél felénk, hanem szeretettel. Uram, annyira jó az is, hogy nem nekünk kell gyógyítanunk, nem nekünk kell szálkákat kivennünk, viszont engedett, hogy megláthassuk azt néha emberek életében. És így, Uram, emberek életére tudunk hatással lenni, ima által. És Uram, annyira különleges az, amikor a te szereteted és a te szent lelked által részesei lehetünk annak, hogy egy ilyen szálka kikerül. Amikor egy ember megszabadul. És köszönjük azokat a drága pillanatokat, amikor engeded, hogy úgymond segítőtársaid lehessünk, Uram. De valójában akkor is te végzed a munkát. De olyan jó látni első sorból, ott izgulni, hogy ahogyan ez megtörténik. Add, Uram, hogy ne az ítélet irányába menjünk keresztényekként, hanem az ima irányába. Akkor, és csak is akkor történhetnek meg csodák a keresztény életünkben. Akkor, és csak is akkor tud a te szent lelked jönni, és hatalmas dolgokat véghez vinni. Ha mi nem egy percet, nem 10 percet, hanem 10 napot töltünk imában. Szeretünk, Istenünk. Formálj bennünket tovább is. Mi pedig igyekszünk nem ítélkezni, és igyekezni fogunk, Uram, többet imádkozni, többet beszélgetni veled a mindenhatóval. Szeretünk, Istenünk.